Sziasztok! A heti szakaszban, a Bamidbarban, a harmadik fejezetben azt olvasunk, az örökvaló azt mondja Mózesnak, a leviták legyenek a szolgák a szentében, ők hozzám vettem, mert ők a szentek, kik az első születtek a bahajrak helyett. Miért lettek lecserélve az első születek? Azért, mert ők részt vették az aranyborjúban, az bálványimádásban. Erre felmerül a kérdés, amikor olvasunk Mózes második könyvében az aranyborjúnak a története, kiderül, nem az összes zsidó bálványt imádott, a fő bűnösök összesen 3000-en voltak. És akkor ez így van, akkor miért lettek lecserélve összes elsőszülött, és az összes többi zsidó nem érdemelte meg, csak a lévi törzs. Miért olyan különlegesek a lévi törzsek? Azért, mert nem vétkeztek, mások se vétkeztek. A válasz erre az, hogy amikor Mózes lejön a Sinai hegyről, és látja, hogy aranyborjú történt, erre az van írva, Mózes kiállt, és azt mondta, aki az örökkévaló mellett van, jöjjön ide hozzá, és összegyűltek körülötte Lévinek fiai mind. És nagyon-nagyon fontos ezt megérteni. Ahhoz, hogy valaki egy igazi zsidó vezető legyen, első dolog az, hogy lehet, hogy a többség csinál valamit, ő nem azt nézi, mi az, ami népszerű, hanem ő azt csinálja, mi az, ami helyes, ami meg van győződve, hogy helyes. Bálványimádás az nem helyes, és ezért nem vesz részt benne. De az még mindig nem elég az, hogy nem tesz, amit nem szabad, hanem, ahogy látjuk itt a lévi törzse, azon voltak nem csak, hogy hallgattak, és oldalon álltak, kiálltak az igazságukért. Az igazi zsidó vezető, aki nem azt nézi, mit mond a többség, mi az, amit népszerű, és nem csak az, hogy otthon csinálja az, ami helyes, hanem odaállt az összes lévi törzsnek, összes tagja odaálltak Mózes mellett kiáltani és hirdetni az igazságot. Ez az igazi zsidó vezető, és ezért ők lettek a szolgák a szentében, és az elsőszülöttek lelettek cserélve, és senki más nem került bele ebbe a körben, csak lévi törzse. Köszönöm a figyelmet!